Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Hát itt az új évben, idén először, úgyhogy boldog új évet kívánok mindenkinek. Január 7-én már lehet, hogy egy kicsit késő boldog új évet kívánni, de hát ez van. Így ismét itt vagyok, és folytatjuk a streameket. Ma a God of War-t gondoltam, hogy a szálakat elkezdjük elvarogatni. Van még pár teendő, és... hát ezeknek a teendőknek a nagy része olyan, amit eddig nem is lehetett volna megcsinálni, hiszen a sztorit le kellett zárni hozzá. De van egy-kettő gyűjtögető is, ami még hátra van. Ezt fogjuk ma megcsinálni. Hát, elkezdeni. Maradjunk annyiba, aztán meglátjuk, hogy haladunk. A játék azért itt már nem mindig kér elnézést, de meglátjuk, hogy áll a kezem a dolgokra. Itt azért vannak már komolyabb challenge-ek is. De ezt majd meglátjuk. Úgyhogy ez a mai esti program. Egy jó sör mellé mindenképpen egy kis God of War, az rossz nem lehet. Sherit Adrisia, köszönöm szépen a 16 hónapot. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a köszönő százast is. Szia, szép estét. Tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokat támogatsz. Na, úgyhogy akkor kezdjünk is bele. Itt vagyunk Freyával. Ugye ott hagytuk abba, hogy ugye véget ért a sztori, és ugye Asgard elpusztult, meg Odin, meg mindenki, és ugye egy jó barát, ugye Brocknak a búcsúztatóján, temetésén voltunk, és ott lett vége a játéknak, és ott hagytuk abba tavaly. Idén innen folytatjuk, én annyit csináltam, amellett, hogy hazajöttem Sindri házába, vagy házához, hogy... hát az Odin Ravenöket összegyűjtögettem, szóval azok megvan mind. És ez megnyitott egy új dolgot, amit majd, ha odaérünk, akkor mutatom, hogy pontosan mi is. Amint odaérünk, majd nézem. Na, és amit fogunk csinálni, hogy alapvetően ugye a térképen meg tudjuk nézni, hogy melyik map hány százalékos. Hát egy részét a nagyfejem kitakarja, de azért látjátok, hogy például van a helyben van még két berserker sírkő. Az nyilván meg kell csinálni. Ugye Alfheimban van berserker sírkő, illetve ugye Asgard elpusztulása után ilyen Asgard maradványok vannak. Ezt majd mutatom, hogy pontosan micsoda, hogyha odaérünk Alfheimba. Ugye Niflheim lesz egy kicsit érdekes, ugye itt vannak a hollók, majd ide jövünk külön, viszont ide még nincsen fast travel pointunk. Ezt most majd mindjárt kérünk. Ugye itt van Muspelheim, ez lesz az utolsó, egyébként ugye egyrészt az olvasztó kihívások, illetve még egy valami, azt majd ha odaérünk, akkor mondom. Midgard lesz az utolsó előtti, itt is van pár Asgard maradvány, van egy nem felfedezett dolog, majd megnézzük azt is, illetve egy Berserker sírkő, ami valószínű a Berserker King lesz, legalábbis, hogyha jól emlékszem. Oké, Svartalfheimben is ez van, ugyanígy Berserker sírkő, Asgard maradvány, megyünk majd oda is. Jotunheimben nem tudom pontosan mi van, remélem, hogy ide is kapunk majd egy fast travel pointot, és akkor meg tudjuk nézni. Helheimben megvan minden, és ennyi, tehát tulajdonképpen ennyi a tennivaló, új röviden. Szia Skuki, hello hello, szia uram, üdvözöllek. Na, úgyhogy kérjünk fast travel pointot, ezt pedig itt tudunk. Itt rögtön adja nekünk a tippet. Úgyhogy hívjuk is a mókust. I have retrieved your children. And finally, my little family is complete. Hello, Ratatoskr. Hello, Master Kratos. What you've accomplished for these realms is truly something I never thought possible. Rest assured, good Master Brock would be proud beyond measure, even if only to express it in his love language of profane non-sequiturs. Ah, but he is terribly missed. Yes, he is. Now, there is one rather interesting development to apprise you of. The detonation of Asgard shook the world tree to its very roots, dislodging a great number of realm seeds. I thought you might wish to have them. My little way of saying thank you for preventing my death by immolation.
You are welcome. All that said, I'm happy to discuss anything else on your mind. Egy tasak idgrezi a mag, birodalom magokat tartalmaz, amely kapukat nyitnak a 9 birodalom között. Jó. Na, akkor elvileg vannak új fast travel pointok. Még ezt hogy kell beaktiválni ezt majd most? Egyelőre nem tudom. Lehet, hogy kell? Ah. Mit is akartam? Igen, Niflheimba. Aha. Ah, igen, és itt megnyílt egy új. Jó, és akkor ezt fel lehet oldani és menni. Jó, oké. De egyelőre nem oda megyünk, hanem egyelőre Vanaheimbe fogunk menni. Mert ott akkor meg kéne nézni ezt a két sírkövet. Ó, de jó, hogy pont nem látom azokat. Ránézek akkor térképre, hogy hol vannak. És akkor... Ott az egyik. Itt a másik, ugye? Ez az. Berserker sírkő. Hát akkor ide jövünk először. Ez a víznyelős. És akkor innen megyünk majd át a másikhoz. Ott lehet, hogy még hajózni is kell. Hát majd meglátjuk. Na, akkor mehetünk. The crater awaits. We're not done there yet. Bound to be even more dangerous beasties with valuable resources. I'm with you. Ah, és itt van rögtön. Jaj, tudom ezt, tudom hol van. Na hát, lássuk. Sokat fejlesztettem Strength-re. Jó sikerült. Persze, hogy jól vagyok. Minden rendben. Hűha. Ez baj. Time!
Oh, okay. Hello, mobile, szia, szia. Kaptam-e valamit menőt karácsonyra? Hát, ez nagyon öregesen fog hangzani, de egy airfryert. Akármennyire is... Hát, menő? Nagyon hasznos, maradjunk annyiban. Elsőre nem volt olyan rossz ez a próbálkozás. Simán ütött a izé közbe. Tehát miközben ment a runiketek, ő simán így ütött. Jósi. Volt. Kicsit greedy volt. Szia, Sheriff, szép estét. Oh, amúgy nem reménytelen, tehát csak időkérdése, meg picit jobban kéne figyelni. Ez, hogy runikatak közben úgy támad, mintha semmi nem történt volna. Megint.
Na most meg nem bír támadni. Na jó. Simogassam, oké. Okay. Lyra? I've never heard of it. It was a peaceful kingdom, full of artists and poets. But it fell to ruin long ago. And these berserkers were responsible. Them and their accursed King Hrolf. What little blood I have still boils at the thought. Your former home, I assume. Let's just take this victory and move on, eh? There is no need to shoulder this burden on your own. Admittedly, you're shouldering the brunt of the work here. Let me worry about the emotional burden. Jó, hogy 15 percig tart a fight, és a végén csak simán leüti a fejét. Hát... Igen, mondjuk... Ja. Na! Akkor ez megvan, és kaptunk egy Chaos Flame-et. Ami azt jelenti, hogy tudjuk fejleszteni a... A pengét. Lehet, hogy kéne. Na mindegy, most egyelőre megyünk tovább. Mármint a következő itt van a helyembe. Hát... Talán itt volt. Ha nem, akkor az egyel fölötte lévőbe. Igen, amúgy kezdhette volna, úgyhogy egyből leüti a fejét. De igen, értem a gondolatmenetet. Igen, itt lesz, csak hajóra kell szállni. Ó, viszont itt... Ó, akkor ezt fejlesztjük. És akkor a Chaos Blade az maxos is. Még egy kis damage. Már is ott vagyunk. És akkor elvileg van a helyben ez az utolsó dolog, ami még hátra van. Ó. Oh. Na ez mire ad buffot? Erő. Az mindig jól jön. Hát ez ott meg kicsoda. Okay. Na nézzük. Nagyon jó.
Mert nem lett volna elég, hogy egyedül van. Azt se tudom, mi történik. Te követni nem bírom. Na mindegy, megoldjuk, csak... Ugye őt még nem is, vele még nem is találkoztunk. Szóval hirtelen nehéz látni, hogy mi történik. Az, hogy leszpónolnak ilyen kis minionok, az... annak annyira nem örülök. Mi a... Kéne. Oké. És ki lehet védeni. Lehet, hogy ezt is azzal kéne. Oh!
És meg is van. Hú, amúgy... Amúgy necces volt. A 9 birodalom markolat gombja. Nem nekünk való. Oké. Mobile. Újítottál 3070 Ti-ra. Gratulálok hozzá. Hát használd egészséggel. Az a 1070 után tényleg egy hatalmas, hatalmas lépés. Én biztos vagyok benne, hogy azzal már azért elfut ez az, amaz. Gratulálok hozzá mindenképpen. Oké, és na, és akkor itt vagyunk van a helyünkben, ami 100%, szóval mehetünk tovább. A következő az Alfheim lesz a utunk során, és akkor ezt az Asgard maradványt fogjuk megcsinálni. Oda pedig innen jövünk a fénytemplomától. Ja. Na, akkor menjünk. Hát igen, amúgy jól tetted, hogy nem váltál a 4070 Ti-ra. Nem biztos, hogy megéri ezt megvenni. Ekézik elég rendesen a review-kba. Hát igen, ha EVG-t akarsz, akkor 40-est már nem annyira, igen, az... Hát igen, a 9700 kell. I look forward to exploring Alfheim and not having to fight elves. Oh? What makes you think that's an option? They've united, haven't they? Simán elviszi egyébként, hát nekem a 3080-at elviszi a 9700 kell, úgyhogy... But there are still plenty of elves out in the Barrens eager for conflict. But why? Freyr united them. They fought together at Ragnarok. For those who have spent their lives in combat, peace is not always an option. Full HD 144 Hz a cél. Aha. Hát, igen. Szerintem az a legtöbb játékban már elérhető, hát nyilván nem, tehát ilyen raytracinget el kell felejteni, meg ilyesmit.
De, ja, elérhető. Uh-huh. 20 fokkal hűvösebb. Hát igen, mondjuk az, hogy a gép nem fűt. Hát az vagy jó, vagy nem manapság, ugye? Ja, kellemes a hasznosra összekötni, az nem egy rossz dolog. Játszó is, és még meleg is van. Na, itt van egy ilyen Asgard maradvány. És akkor ilyen Asgardi figurák így itt vannak. Hagyjál már békén, hát nem igaz. Na, és akkor egy ilyen... Asgard maradvány az ilyen. They do not need to spend their afterlife serving a cruel god any longer. Agreed. Okay. Na, menjünk tovább. És akkor... Igen, itt van még egy ilyen... Bocsánat. Egy ilyen Asgard maradvány, és rögtön mellette van egy berserker kő is. Úgyhogy akkor arra megyünk tovább. De lehet, hogy fast travelünk. Kicsit hamarabb odaérünk. Szóval az a Full HD 144 Hz az most már szerintem a legtöbb játékban sima. Persze biztos, hogy nem full grafikán, lehet, hogy egy-kettőnél kell egy kicsit úgy visszavenni ebből, abból, amabból, de szerintem az már úgy elérhető. Hát a ray tracing meg tényleg olyan, hogy szép, de tehát na azért ott még az FPS az nem lesz meg sokáig 144 szerintem. Talán ma 40-90 olyan, ami úgy megközelítheti egy-két játékban. Főleg ami úgy jobban van egy picit úgy elkészítve, tehát jobban van megírva. Ilyen csúnya magyarsággal fogalmazzak. Az ott ki. Wait a bloody moment. Is that... Erzsike. And his daughter. Oh. I'll make you proud, Dad. Well. Oh. Good for her. Okay. Hát igen, biztos, hogy szomorú a fater miatt. Talán a nyomdokaiba lép. Mert ugye ő valkűr akart lenni. Freya, I've always wondered, why was Freya so revered here so quickly upon his first arrival? Well, to begin with, it wasn't his first arrival. Very few know this, but Freya was one of the earliest visitors to Alfheim, back in the dawn of realm travel. Oh, a bit before my time. Do tell. We believed for a long time that all the giants had died in the flood.
until one of them appeared in Vanaheim. Her name was Gerd, and she came offering to teach us the secrets of traveling between realms using Bifrost. Freyr became immediately infatuated with her. He always yearned to wander, and along came someone who could truly show him how. So, wander they did, exploring the world tree from root to branch. But one day, it came time for Gerd to wander away. Freyr was heartbroken, and resolved himself to perform some great feat to win her back. He set his aim on the grandest of gestures. He intended to be the first to find the elusive source of Bifrost light. And he succeeded, although quite by accident. Freyr believed he navigated best while fortified by a potent blend of Vanir herbs. When he wandered, he wandered. And he managed to wander from the World Tree directly into the Lake of Souls. The elves have never seen anybody come out of the lake before, so it got some attention. Oh, that is bloody hilarious. I don't know whether he worked his charms at that point, or they just assumed him to be a great deity. But of course, he hadn't made this journey in search of responsibility, so he didn't stick around long. Still, the legend of his manifestation was passed along through the ages. It even endured after the Great Division, remembered by Light and Dark Elf alike. So when at last he returned, he was uniquely situated to gain the trust of both sides and help to create a truce. The problem was, both sides trusted only him. So the peace could only last as long as he stayed around to keep it. And with the long war dragging on without an end in sight, I suppose making any kind of peace was an irresistible notion for him, even if it meant having to rule. Ah, tehát akkor Freyr őrizte a békét, vagy őrizte volna a békét, ugye a fény és a sötét elfek között. Na, itt egy újabb ilyen Asgard akármi. Nem annyira vették föl. Switching arrows. Careful, brother. You're covered in Bifrost. Me up. Egyel kevesebb. How many of these fragments of Asgard there are? A realm's worth at least, so I'd say we have our work cut out for us. That Cyberpunk
az 100 plusz általában magas beállítások mellett. És a CPU nem bírja, az érdekes. Hát igen, a DLSS nagyot dob a frame rate-en, az biztos. Jó. Na, akkor ez is megvan. Hát igen, a DLSS valóban tényleg dob a frame rate-en. Ugye ott a képminőség az, ami egy kicsit, kicsit problémás. És a ray tracing milyen a Cyberpunkban? Vagy azt nem próbáltad? Arra kíváncsi lennék, hogy ott van-e valami minőségbeli, vagy teljesítménybeli probléma. Tehát ray tracing-el 40 körül. Uh-huh. 40. Hát igen. Jó, mondjuk a... Nem akarom bántani a CDPR, de... Hát igen, azért a Witcher 3 remake, vagy hát remaster, vagy nem is tudom mi. Ott is vannak gondok azért a ray tracing-el. Ezek hányan vannak úgy összesen? Hűha! Kicsit le vagyunk fagyva. Hagyjatok már békén. Az igen. Tehát balanszd DLSS-sel tök jó néz ki, cserébe plusz 10 FPS. Érdekes. Az nem hangzik rosszul, lehet, hogy csak ránézek én arra a Cyberpunkra még egyszer. Szia Kambi, szép estét! Néha jó lenne látni, hogy mi történik a képernyőn. Nem mindig van ez így, hogy én ezt látom. De nem baj, megoldjuk. De soknak, mint hogyha egy HP-jük lenne. Hűha. Meg fogunk halni, jajjön. Lehet, hogy a tesókkal kéne kezdeni? Nekik nincs túl sok HP, úgy eléggé gyorsan lefogynak. Mondjuk a... magának a izének sincs. A bossnak. Tehát itt olvadnak elég rendesen. Steady your guard!
és megint nincs életem. Mondom, ezzel tudok már fővenni a HP-t, de... Hát nem. Tényleg gyorsan fogy a HP, csak az a baj, hogy az enyém is. Nem hagyja abba, nézd meg. Á, meg is halott. Gondolkodok még esetleg a... amilyen nagy területi damage-e van. Ugye a... Na mindjárt megmutatom, mire gondolok. Ez így oké. Nem akarok elmenni újraélesztő kövért. Meg lehet ez anélkül. Meg lesz ez. Behind you!
Hát de el se tudok ugrani. Tehát el dodzsolni nem tudtam. Úgyhogy többen vannak, úgy egyszerű. Nyilván. Pillanat alatt megölnek, de tényleg. Lehet, hogy itt most a full strength build nem a legjobb ötlet. Lehet, hogy kéne egy kicsit több védelem. Többet kéne használni a pajzsot. Az se biztos, hogy olyan rossz ötlet. Csak azzal se tudok mindent levédeni. Hagyjál már békén, hát nem igaz. Hát csak a tesókat kéne lenyomni előbb. Ők tényleg elég hamar leolvadnak. Hát megpróbálom azt. És jobb ötletem tényleg nincsen. No!
Jó lesz, jó lesz. From under the cruel, the dagger, the cold, the bitter and flammable. Death to the enemy of the Pleiadas! Watch your right! Ne akarjam kimaxolni a CP-t. Hát mostanában nem fogom, az biztos. Idén jön a DLC. Jó, jó. Ha igen, azt tudom, hogy most... most lesz DLC. Hát lehet, hogy megvárom a DLC-t, szerintem, és akkor lehet, hogy elkezdjük, hát nem tudom. Annyira nem visz rá, olyan nagy csalódás volt nekem, hogy... mert én akkor elkezdtem játszani, amikor megjelent a Cyberpunk, és elég nagy csalódás volt. Bukhalmaz volt az egész játék. Nem tudom, mi történt most. Jó, nem volt maxon a HP-nk, de... csak el kell menni újraélesztőkőjét, de nem akarok elmenni újraélesztőkőjét. Ez kezd egy kicsit bosszantani egyébként.
ezen gondolkodok, hogy mit lehetne még csinálni. From under the cruel, dagger the cold, and bitter and spiteful. Üti a levegőt. Hát még egyszer megpróbálom, azt elmegyünk kőért most már. Inkább csak idegesít lassan. Láttam, hogy ez nem lesz jó. Nem, valami nem jó itt. Szerintem a védelem alacsony. Szerintem nem is az az armor van rajta, ami kéne. Na mindjárt megnézzük. Ez furcsa. Érdekes, mert... mert ennek nem így kéne lennie. Na visszamegyünk Lundához. Csak azért, mert amellett, hogy én Odin hollóit leszettem, amellett én egy kicsit a builden is állítottam. És most nem annyi damage-em van, amennyinek kéne lenni. Ö,
én nem mentettem el, lehet elbénáztam. Na mindegy, visszamegyünk és megcsináljuk azt az armort. Így a damage az elég kevés. Na mindegy, szóval visszatérve a Cyberpunkra, hogy nekem elég nagy csalódás volt. De nyilván lassan kész a játék, úgyhogy valószínű rá fogok nézni. És akkor egy kicsit nyomjuk. 1.61 óta sokkal. Hát igen, mondják, hogy lassan elkészül. Úgyhogy gondolom akkor azért most már jó. Mindenképp rá fogunk nézni. Hát a start az botrány volt, jó, valóban amúgy egy jó játéknak tűnik, de meglátjuk. Na, kicsit most akkor hackerek a build-el, ez lehet, hogy nem lesz annyira izgalmas. Hát ha tudnám, hogy szerintem itt a dühöngő pöröly a... Igen, ez kéne. Úgyhogy akkor ezen nyomunk egy kicsit. Csak már a strength az olyan 500 fölött volt bőven, és most meg 300 körül van, úgyhogy lehet, hogy én nem mentettem el, vagy valami történt, de na mindegy. 60 órányi content a... Aha. Hát igen, és az szerintem csak a fő sztori, nem? Oh, don't mind me, just admiring the view. Azt nézem, hogy melyik a legnagyobb damage, vagy erő pontosabban, de ez lesz az, csak fejleszteni kell rajta. Tehát szerintem ilyen sidequestekkel, meg mindennel, hogyha ki akarja maxolni az ember, még akár több is lehet az 60 óránál. Talán. Aha. És ezt még nem tudjuk, ez világító parázs kell. Majd azt szerintem Muspelheimbe tudjuk. Jó. Még egy kis plusz damage. Itt se ez volt, hanem ez a négy szél alaprész. Ezek külön-külön nem számítanak olyan sokat, tehát csak egy picit ad rá az erőre. De a végén azért ez majd elég masszív lesz. Jó, hát pajzsból ez marad, talán a pajzsperem az, ami egy kicsit más kéne, hogy legyen, talán ez. Igen, az kéne, és akkor ezen fejlesztünk. Ez is az erőre ad. Hát, itt ez mondjuk mindegy, hogy se ezt használjuk. És akkor a páncélból pedig... Ez a vidár volt. Vidár előteljes várvétje, mert ez ad erőre sokat. Úgyhogy akkor ezt fölhúzzuk. Elvileg ezt is ki tudjuk most maxolni. És az a terv, ha minden jól megy, akkor úgy fognak olvadni, ahogy csak kell. És már 500 fölött van a damage-ünk, 300 valamennyi helyett. Jó, itt is áttesszük a vidart. És ezt is fölhúzzuk maxra. Elvileg ezt is föl tudjuk. A good fit. Better get that armor nice and bloody.
If I look like that, I'd stand around just let folks stare too. Woo-hoo! Looking good! Now go show it off. Better get that armor nice and bloody. Woo-hoo! Looking good! Okay. És akkor ugyanez az alkarpáncélnál is. Föl is megy 600 fölé a damage. Ó, oh, bőven. Vagy erőna, nem damage. Jó, hát amulett az mindegy. Azt azon lehet még egy kicsit javítani. Akkor a páncélok az rendben van. Hát igen, itt az amuletteknél még lehetne hekkelni egy kicsit. Szerintem egy mondjuk egy 10 erőt még lehetne, bár hát lehet, hogy ezzel most nem különösebben akarok foglalkozni. Csak gyorsan átfutom. És minden, ami nem ad erőt, azt kiszedjük. Jó. Oké. Jó, a rúma támadások azok rendben vannak. Igen, a lándzsába is. Pajzs is rendben van. Oké. Okay. Hát ezt is kicseréljük. Hát lehet, hogy most egy ilyen birodalomváltás jól jönne, ezt majd kipróbáljuk. Mert ez legalább lelassítja az ellenfeleket. És... az jó jöhet most, hogy ilyen sokan vannak. Lehet, mobán lehet, hogy meggyőztél, akkor lehet, hogy lesz egy Cyberpunk is idén. Még megvárom akkor a DLC-t. Nem tudom, arra már van-e fix dátum. Nem emlékszem. De akkor lehet, hogyha megjön a DLC, lehet, hogy az jön egy kis megint egy kis engine update, meg bugfixek, meg ez az amaz. És akkor lehet, hogy akkor ránézünk. Adunk neki még egy esélyt. Hát ha most már jó lesz. Na, lássuk. From under the cruel, dagger the cold, and fix the fight. Death to the enemies of Vayra! Watch your fight! Nasty hit! You're right, brother! I'm tired of you! Blow to hell! Insolent word! Határozottan jobbnak érzem. Jó lesz, jobban fogy a HP-juk. Furcsa egyébként, hogy
hogy miért nem maradt meg a játékban az, hogy én ezt a, ezeket a páncélokat meg fegyvereket felupgrade-eltem. Mindegy, lehet nem nyomtam rá a save-re vagy ilyesmi. Megint egyszerre, minden egyszerre történik. De mindegy, most már tényleg jobb lesz, most már olyan kezelhető. Abban is lenne ráció, hogy előbb ezt üljük meg, és akkor utána a testvéreket. Majd nagyjából kiürítem az összes runikateket, és kb. Így el is fogy. Maga a fickó. On your right. You're on fire, Krikor. It will pass. Beragadók, Na még egyszer. Hogy tud beleütni, hát... Vettünk volna újraélesztőkövet. Fire up!
Lehet, hogy akkor maradunk ennél, hogy ezt a fickót, hogy hát itt a főnököt öljük meg először, ha nem is tudom, hogy ez fickó-e amúgy, vagy nem. Nem, mintha nem számít, mintha számítana. Akkor belekezdjük. Ez bosszantó nagyon. Próbálnék elfutni, és úgy üt meg. De még egyszer megpróbáljuk, és elmegyünk kőért. Megint, és semmi nem történik. Tényleg nem tudom, hogy mit kéne. Tehát mindent is egyszerre rám küldenek. Le vagyok fagyva, égek, üt ez a nagy marha melák. Elmegyünk őért. És még rage-em sincs egyébként, semmi. Tehát nulla rage-em van. Na mindegy. Nem morgok. Ügyesebben kell csinálni, és akkor meg lesz. Meg kell egy kő, és akkor... És akkor hát, ha meg lesz. És akkor szerintem ilyen rage-es követ veszünk. Ez ugye azért is jó, mert healelünk is. Meg közben osztjuk a damage-et. Legalábbis ez a terv.
Szevasz. Hol van? Itt van. Want to talk for a spell? Na, így most már jó lesz. Érzem. Hagyjuk. Ezt most be sem nyomom, mert ez annyira szar volt. Már bocsánat. Brother, get up! Brother! Ez rettenetes volt. Benyomom, de most jó lesz. Ő meg is hal. Mondom, meghal. Na, és akkor most már csak a tesók vannak. Mondom, már csak a tesók vannak, az már nem lehet olyan nehéz. Na jó, most jó lesz. Most jó lesz. Hát de szaladtam el előle. És úgy utolér.
Mazoista lennék, még élvezném is. Hát... Nem mondom, hogy nem élvezem valamelyest. De... Mindent egyszerre. Come on, Kratos, off your back. Rázzam le, azt mondja. Hát térünk vissza a tesókhoz. Hát ha... Csak ez a nagy mafla, ez egyfolytában utánam jön. Hát nézd, egyszerűen nem tudja abba. Hát meg is öl. Jó, akkor ezt a... másikat kell, mert egyszerűen nem áll meg. Folyamatosan jön, és üt, és üt, és jön. Amazok legalább csak dobálnak mindenféle figyfasszal. Ilyen tűzgolyó, meg jéggolyó, meg mit tudom én mivel. Legalább olyan nagy damage-ük nincsen. You all right, brother? I'm staying now! Incoming! Yeah.
Nem hiszem el. És az a baj, hogy ebből nem is tudok kijönni, tehát nem tudtam kiugrani. Hát azért annyira nem nehéz, mint Sigrun volt. Azért az... Ez inkább csak ilyen bosszantó, hogy... Sigrun az egy más challenge volt, az... Tényleg türelmesnek kellett lenni, de hát itt... Hát annyira ilyen szerencsém múlik, hogy... Mit lőnek rád. Hogy tényleg egyszerre lőnek mindent, és egyszerűen nagyon nehéz kidodzsolni mindent. Fire, Frigor! It will pass!
Nem, egyszerűen folyamatosan, és itt a végén meg főleg így lőnek, sose állnak meg. Ez hihetetlen. Még azt se tudod ott a végén, hogy egy kicsit megállsz, hogy figyeld, hogy mi történjen, meg úgy türelmesen kidodzsolgatsz, mert mindent rád küldenek. Mindent. Meg mondom, ez a full véletlen, hogy néha így... így megbénítja az ellenfelet, amikor a runiketeket ráküldöm, valamikor meg nem. Így simán csak üt közbe. És így megy le az életedőt. Szegnyos mégyel. Undorító, de komolyan. Fú.
Freya meg egy dísznek kb. Otthon. Segít adni, hogy ne lehetne csak. És rám trekkel úgy ugrik rám, hogy... Meg az, hogy nem látom, hogy mi történik. Tehát fogalmam sincs, hogy mit csinálnak. Lefagyasztanak, akkor kb. Semmit nem tudok csinálni. Ilyen full random, hogy el tudok-e ugrani vagy sem. Most én nem nyomtam be a rage-et. Ennél több damage-et meg nem igen tudok már betenni, tehát... Valószínű nem ezen múlik. Egyébként. Jó.
Megint üt közbe, simán ütött közbe. Ez nagyon hihetetlen. Az, hogy valamikor így van, valamikor úgy van. És itt, amikor megölöm ezt a fickót, vagy ezt a zét, akkor utána így megőrül mindkettő. És mindent rám küldenek. De tényleg egyszerre mindent lőnek. Ez ilyen agyfasz kategória. Tényleg. És megint beütött egyet egyébként. Most le vagyok fagyva, még egyszer le vagyok fagyva. Énkor elugrani se lehet, semmit nem lehet csinálni. Tehát ha bekapok egy ilyen fagyást, akkor ennyi volt, kész. Tehát... Spamel egyfolytában ez a nagy darab. Ilyen 4-es 5-ös kombókat üt. Már bocsánat.
Emezt is meg kell? Szevasz. Rohadjatok. Na, bocsánat. Szia, Kristóf. Hello, hello. Another of my spectacular failures. In capturing these spirits, you seek redemption. I just want to send these bloody monsters to hell where they belong. Didn't exactly call it redemption, but I know I'll feel better once it's over. Berserker Melvért. Fagyott láng. Ezt tudjátok, mit jelent? Hát igen, Kristóf, jókor jöttél pont. Sőt, köszi, hogy jöttél, lehet pont azért sikerült. Na, visszaszaladunk fejleszteni. Kiplatináztad? Ó, gratulálok. Folyamatban van itt is. Ez a cél. Már nincs sok. Már nincs sok. Hát, nincs sok. De azok elég nehezek. Maradjunk annyiba. Inkább úgy mondom, hogy nincs sok teendő számosságban. De azért... el leszünk még vele egy darabig szerintem. Fejleszteni megyünk. Hát igen, a Give Me God of War az nehéz. Igen, az tényleg olyan, hogy... az kell türelem. Na, akkor a bárd is maxos. És 661 strength-ünk van. Valami fura volt. Itt a... relikviáknál. Jó. Na, akkor irány a következő. Hát, de várjatok. Itt van fast travel. Úgyhogy akkor menjünk azzal. Olyan sokkal közelebb vagyunk, de valamennyivel. Jó, és akkor itt már Alfheimban csak az az egy berserker kő van. Hát igen, Kristófot már kell agyalni, hogy különböző ellenfeleknél másféle build kell, meg ott azért már, az már kell gondolkodni. Az kétségtelen. Látod, itt a sima strand build egyelőre működik. Mondjuk most azért egy kicsit ez szívás volt, de na, meglátjuk. Wake up!
Son! On your guard, Kratos! Unworthy! You are nothing! Ki jött belőle? Annyira nem volt vicces. He's not really a king. Just called himself one because he killed the previous king. Someone you knew. Aldis. A kind man. A trusting man. He trusted this usurper. This Rolf. No. Aldis trusted me. And, fool that I am, I trusted Rolf. So now you seek revenge. A dangerous path. You're one to talk. I am an authority on the subject. You would do well to listen. Aha. Tehát a strength, időlassítás, bonus damage. Life sacri- Jól hangzik. Na. Hát akkor... Alfheim is 100%. Zsír. Hát Niflheimba később megyünk, most akkor szerintem átmegyünk Jotunheimba. Várjatok, Svartalfheimba? Nem, Svartalfheimba. Igen, Svartalfheimba megyünk. Oké, na csak kéne egy fast travel point, ami itt van. Niflheimbe később megyünk, mert ott van egy kis érdekesség is, ott ugye a hollófa kapcsán. Meg ott ilyen kincsvadászat is van, mert ott a mapon végig kell menni. Tudjuk le ezeket a formaságokat, mint berzerkerek és Asgard maradványok. És akkor utána megyünk Niflheimba, Asgard, hát igen, Niflheimba és utána Asgardba. De ugye Asgardba, Midgardba. Asgardba nem megyünk. És akkor a Muspelheim lesz a legutolsó. Na csak itt hova kell menni? Hát, mintha úgy rémlenne, hogy... ide, de majd mindjárt kiderül. Elmegyünk és megnézzük. Mondjuk ott, mintha a hegybe is lenne egy berzerker kő, de... mindegy. Aha, igen, itt van egy berzerker kő, itt pedig egy Asgard maradvány. De itt is van egy Asgard maradvány, és szerintem ezt fogjuk előbb megcsinálni. Oké. Hát akkor ide elhajózunk. Szerintem gyorsabb út nincs. Nincs. Hajóval megyünk.
Na most azért látszódott ezen a utolsó berserkeren, hogy azért ez a build nem olyan rossz ezen a nehézségi fokon. Tehát ezen a közepesen ez a full strength, tehát ez az agyatlan strength build, ez viszonylag kezelhető. Hát majd azért a végén meglátjuk, mert utolsó két ellenfél azért nehéz lesz. De majd, hogyha nagyon nem megy, akkor állítunk egy kicsit, és akkor hát úgy könnyebb lesz. De meglátjuk, most még ezt nem tudom megmondani. Rakhattak volna a közelbe egy fast travel pointot. De ebben a játékban az utazás azért néha olyan eléggé sziszifuszi. Bár ez inkább csak ilyen panaszkodás indokolatlanul. Meg a játéknak ezen a pontján már olyan nagyon nagy sztori izgatás sincs. Hello. Az igen. Behind you. Enemy to your left. Another camp defeated. Aye, and one step closer to giving the realms a shot at healing. Hol a láda? Ja, itt van. Tovább. Hát lehet, hogy visszamegyünk. És akkor nyomunk egy fast travelt. Hát ide. Hát igen, ezt mondtam, hogy ez eléggé ilyen sziszifuszi dolog. Hát ez van. Csak nem arra megyek. Na mindegy, akkor most váljunk erre. Lehet, hogy itt akkor így akkor hamarabb. Mindegy, amúgy, hogy most visszafele megyek, vagy elő. Mindegy.
Mondjuk Kratos lapát volna egy kicsit gyorsabban is, de... Sőt, ha Freya segítene, az lenne a legjobb. Csak most át kell mennünk a falun. Ja. Itt a faluban én mindig eltévedek. Mindegy, a iránytű segít. Csak. Akkor lehet, hogy veszünk Revival Stone-t. Ilyen újraélesztő követ, ha már itt vagyunk. Na, és akkor... Hát berakom most már ezt ide. Mehetünk. For drinking in peace. Ezek mindig beszólnak valamit. Na, ide jöttünk volna egyébként a Festrevel-re. Valahol fönt van, ugye? Te úgy rémlene, hogy fönt van valahol. Elvileg minden relik megvan, Kristóf. Mert az a trofi már megvan. De az melyik is? Közelharci sebzés, mondjuk nem tudom miért nem ez van benne, de mindegy. De várjatok, már ez sincs meg. Mert mintha többnek kéne lenni, nem? Na jó. Lehet, hogy nincs meg. Ja, ez ugye? Erre gondolsz. Ez a feltöltődés 19. Na mindegy. Gyanús már, mint hogyha több reliknek kéne lenni. Hmm.
az én. Hagyd már abba, ezt se hagyja abba. We destroy, we find two more. It's almost impressive. Oh. Aktiválj be a kősárkány mellett. Hittem nem tudom, hogy... Kősárkány, itt van egy kősárkány lent. Hol? Itt lent. Sárkánypart. Aha. Hogy kell beaktiválni, azt nem tudom. Vagy itt? Nem itt. Értem. Go for the throat. Így már mindent értek. Hűha. That was quite a surprise. What did you expect? That's a fair point. Anyone else notice the dragon broke free right after you used that one relic we pilfered? I smell a connection. És még van három ilyen titkos enemy. Ha. Ja, és akkor ilyen idéket ad. Varázslatokat. Ez amúgy menő. Ezt nem is tudtam, hogy ilyenek is vannak. Na hát akkor lehet, hogy a következő streamre készülök majd ezzel egy kicsit.
Most viszont egy perc türelmet kérek, mert elfogyott a sör. Jövök azonnal, és innen folytatjuk. Itt is vagyok, úgyhogy folytassuk is. Hova megyünk? Igen, ide jövünk. A következő berzerkerkő. De miért arra lefele irányít minket? Ja nem, jó lesz, jó lesz. Hát éjszak fele kéne menni. De erre meg nincs semmi. Na, csak megtalálom az irányt. Jó, oké. Igen, ide kell jönni. Láncsa fejlesztést nem vettünk föl. Ugye? New items, you bring the materials, I do the forging. Csak megnézem. Appreciated. Nem vettünk föl. Oh, heading up already. Got time to check? És a bálna. A bálna haverunk. Szerintem őt se próbáltuk még, bár... Lehet, hogy igen. Az igen. Nem jó. Oké. Ez így röpköd, meg... így villámot szór, vagy így megráz. Rage-ünk megint minimumon van, gyakorlatilag. Yeah.
Szíves. Nem baj, most újraéledünk. Közel volt már amúgy. Ez necces volt. Azért. Revenge will not bring you peace. Is it revenge if justice is served? That is a question you must answer for yourself. Na mindegy, ez is megvan. Az a lényeg. És akkor most... Ugye még egy berserker és egy Asgard maradvány van, de ez itt van fönt a bányába, fönt, lent, akarom mondani, úgyhogy ide kell át fast travelnünk. Aránylag jól haladunk. Még a végén ma eljutunk a királyig. Berserker királyig, ha minden jól megy. Oké, és akkor... ide jövünk. Bár mondjuk még hátra van Niflheim is, ott meg még ki tudja, hogy mi vár ránk. Lehet, hogy ott fogunk szívni egy csomót. Érdekes, hogy most miért lett maxos a rage? Erre nem mindig tudok, nem pontosan tudok rájönni, hogy hogyan működik ez. Fast travel Niflheim töltene. Tehát ugye elhasználtuk most a fight-ban. Na mindegy. Ezt nem pontosan értem. Itt a sírkő, ott meg ugye az Asgard maradvány. Hát nincs nem újraélesztőkő, mert ezt elhasználtuk, de hát ha nem kell. Fedd fel a fiat!
Hova? Shit. Ez ekkor eltűnt? Oh. Oké. Pedig majdnem megvolt. Nem sok híja volt már. Greedy volt egy kicsit. De közel volt megint. Megint jó volt. Watch your step! Come here!
Nem jó. Ez most annyira nem volt jó. De az a baj, hogy nem mindig találnak be a runikok. Néha egy kicsit elkapkodom a dolgot. Kaptunk egyet. But father, yes. Start all for the troublesome. The king will lead us. Sorry. Nem azt akartam. Adri, ez még az e-heti menetrend, ha erre vagy kíváncsi. Jövő heti még nincs, az majd, hát, az még egy kicsit bizonytalan minden, hogy hogy lesz. De majd meglátjuk. Időben szólok, hogy mikor lesz stream. Nem jó. Ez nagyon... Hagyjuk is. Teljesen katasztrofális volt. Na, most jó lesz. Let's go.
nem jó. Az első alkalommal kellett volna ezt megcsinálni, a legelső próbálkozáskor. Ez ilyen aranyszabálya, hát a Souls game-ekben, hogyha elsőre nem sikerül, mármint úgy értve, hogy ilyen nagyon minimál HP-re lemegy az ellenfél, és akkor nem sikerül, akkor utána többi az van, tehát utána nagyon nehéz lesz. Elrontom a periket, az a baj. But by the fierce, Sarol for the trouble. The king will lead us to glory. Seek glory, my love. I will right here. Well done, my shadow. Hell, I know it. The Alpha end is near. Ezt olyan rohadt gyorsan csinálj, nem tudom ki... Alig bírom kidodzsolni. Azt hiszed, hogy még van egy kis idő, de nem. Azonnal ott terem. But by the fear.
Yes. Is that all for the troublesome? The king will lead us to glory! The Alpha! Közel vagyok, szóval egyelőre még a kavicson nem gondolkodok. De hogyha nagyon-nagyon elhúzódik, akkor... akkor valószínű az lesz. Későn vettem észre, hogy ez következik. Shit. Muszáj ott benyomni, mert annyira alacsony a HP-m. Footfall! Left side!
ezt nem hiszem el, hogy most adja be ezt a szart. Ez hihetetlen. Én meg a hírre figyelek, nem arra, hogy mit csinál az ellenfél, az meg a másik baj. Messze voltam. Hát igen, ez ritkán adja be. Tehát ennek alacsony a valsége. De... hát közel kell lenni, hogyha... ha ez következik. Ahogy mondtam. Ez nagyon rossz volt. Amúgy simán meg lehetne, csak kicsit jobban kéne koncentrálni. Coming in!
Repültek a fejek. I am reminded of our search for the Valkyries two winters ago. I can see the similarities, aye. There is one difference. With the Valkyries, you lack spite. Brother, I appreciate the sentiment, but you don't know the full tale. I know how it feels to be wronged, and how it feels to achieve vengeance. I would hope to spare you the disappointment. Aye. És ott a viharlány. Azzal tudjuk fejleszteni a lángját. És akkor az is maximumon lesz. Oh, jó, na akkor már csak ide kell eljutnunk. És akkor Svartalfheim is elvileg megvan. Találni az utat. Az irány tűnt, ami annyira sokat azért nem segít. Ó, oh. Már látom. Nem? Ez. Akkor csak segít az iránytű, csak figyelni kéne. És ez egy fast travel. Ó, nagyon jó. Innen megyünk majd akkor tovább, de egyelőre még nem. Az jó, hogy ide tettek egy fast travel pointot. Ez dicséretes mindenképp. Oh, hello. Come above! Fight, Roy! Careful, brother! You're covered in fight, Roy!
Meg is vagyunk. This is truly thankless work. It must be done. I'm sure the civilians we're protecting would thank us. Well, thank both of you. Me, they would just point at and scream. Oké, és akkor már csak két ilyen Asgard maradvány van. Na, és akkor Szvartásheim is 100%. Szuper. Hát majd valószínű Jutunheimbe megyünk tovább. Kizárásos alapon. Viszont előbb szerintem elugrunk ide upgrade-elni. Fejlesztünk egy kicsit a láncsán, meg megnézzük, hogy esetleg szedtünk-e valami olyan nyersanyagot, ami szerelékeinket tudja javítani. Szuper. És a láncsa is maxos. Ugye ez már eleve maxon van. Chaos Blade. Aha. Hát igen, ez a markolathoz parázs kell. Világító parázs. Az szerintem Muspelheimben van, ha jól emlékszem. Úgyhogy az majd ott. Ezek is maxosak. Okay, és a pajshoz is lángoló parázs kell. A pajsperem pedig maxos, úgyhogy. Ja. Szuper! Hát, a kardot is föl lehet javítani, csak hogy legyen meg ez is. Igazából mindegy, mert nem ezt használjuk. Ezt nem látta senki. Jó. Na, irány tovább. Mégpedig Jutunheimbe kéne. Nem tudom, hogy ezt szerintem itt kell beaktiválni majd a... Aha. Igen, ez a Yggdrasil maggal kell. Oké. Okay. És ez a Angerboda faháza. Hát nézzük. Nem tudom, hogy itt pontosan mi lesz, de majd... Ah, if I had a stomach, it'd be twisting right now. Odin's gone. There's no remaining threat. No, no. It's from excitement. Hardly any non-giants have gotten the great privilege of visiting the realm of the Jotnar. It's truly an honor to be among a very select few.
Tehát nagyon kevés olyan látogatott Jotunheimbe, aki nem óriás volt. És ez nagyon nagy dolog. So this is Jotunheim. As beautiful as the stories. And then some. Van Angerboda itthon van-e? És itt vannak ugye a shrine-ok, amiket ő rajzolt, festett. És ezt most se tudjuk kinyitni. Company's here, Finn. Angerboda. Hello. Kratos, Mimir, Freya. It's good to see you. I wish to thank you for creating a path out of Asgard for us. Aye, a true pleasure to meet the lassie who saved our skins. Indeed. Your giant stuff magic is truly a marvel. We were so glad we got there in time. Freya, your brother's sacrifice won't be forgotten. It won't. I will say, you've made quite the impression on our Atreus's heart. Mimir. Oh, like you weren't thinking it, brother. Ahem. You're a cherished ally, Angerboda. I hope we cross paths again. I imagine we will. There's lots to do, and I'm just getting started. Okay. Akkor jó munkát. Igen, itt van Fenrir. Szevasz. Meg lehet simogatni. Oh. Good boy. Mit lehet itt csinálni? Ugye megnézzük a térképet. Nem felfedezett, hát kösz. Na mindegy, kicsit szaladgálunk itt. Kratos? The last time you were here was because of Faye, right? You saw this in prophecy. Your son told me. It's a beautiful place to rest. It is what she wished. Ennyi? Oké. Angerboda, you are the last giant left in Jotunheim. No, actually. My grandmother, Gryla. She's, not really one for visitors, but she's still here. She's helping me forage at the moment. After all you've done, lass, she must be so proud to have a granddaughter such as yourself. She might be. Someday. I don't know quite yet, but I think it's a start. Tehát itt van a nagymuter is. Ők ketten akkor az utolsó óriások itt Jotunheimbe. Aha, és ott van a... Hát itt nem lehet megsimogatni. Jó, hát körülnézünk itt. Különösebben nem hiszem, hogy sok dolog van. Ez a nem felfedezett, ez... Oh. A flower. Oh. Igen, ez ilyen collectible. Incredible. Akkor valószínű ez volt a... Igen, igen. Jó, hát akkor Jotunheim is kész. Jó, rendben van. A farkasok. Én ezeket a virágokat Freyának kell gyűjteni. Még van belőle három. Szerintem azt hiszem... Talán Niflheimben lesz most már.
ha minden igaz. Jó, akkor itt úgy tűnik, hogy végeztünk. Ja. Jó, akkor Jotunheim is megvan, Helheim eleve az volt. Mert ott ugye menet közben össze tudtunk mindent gyűjteni. Hát akkor irány Niflheim. És akkor még ránézünk ott, hogy mi a helyzet. Igen. Oké. És akkor itt van, amit be tudunk majd aktiválni, de egyelőre nem oda megyünk, hanem ide. Ide a hollófához. Ugyanis, ugye, ahogy mondtam, összegyűjtöttem az összes Odin Ravent, és hát megnyílt egy lehetőség. Fogalmazhatunk így is. Hogy ugye a őrszemeknek ilyen hát vezetőjét le kell győzni. Mutatom a questet, amit adott a dolog. Így van. Tehát a hollók őrét kell legyőznünk. Ugye az összes holló lelket visszajuttattunk Niflheimbe, és így előcsaltuk a fogvatartójukat. Hát őt kell most itt a gyakorló arénában legyőzni. Ugye itt van ez a gyakorló aréna. Ugye, amit lehetett. Ugye a hollófán pedig itt van az összes Odin Raven. Na hát. Meglátjuk, hogy milyen ellenfélnek bizonyul. Ó, hogy így leszpónolnak ilyen. Frozen, what now? Your arrows will bring her down. How many more can there be? Oh, shit. Csápot, hogy mi? Another pass! Mi a... Oh! Oké. Kéne mellé dobni. Oh!
Well done, brother. Meg is van. The ravens, the children, appreciated it as well. Is there nothing to be done for them? I believe we have done something. Perhaps. Jó, kaptunk reliket, ami azért jó, mert az is egy trofi. Oké, akkor az Odin szemei kegyek megvan. Kegy pontosabban. Jó. Itt már akkor elvileg nem lehet semmit csinálni. Azért körbe szaladok. Ó, ez csak a gyakorló aréna akkor. Einhar, hey, hát ez nem érdekel. Oké. Okay. Jó. Hát akkor gondolom itt ennyi, úgyhogy akkor most kimegyünk, és megnézzük, hogy kint történt-e valami. What is this? Ravens. The ones we've been destroying. Odin's little spies. Igen, mert Freya ezt még nem látta. Ah, viszont arra most el lehet menni, eddig nem lehetett. Mother and father perished at last. Finally now, our anguish may pass. Oké, akkor itt sincs különösebben semmi. Eljünk erre, hogy itt mi van. Aha! Another fallen piece of Asgard. Oh. Something seems a bit different about this one. Different? Dunno. I've just a funny feeling. Your analytical mind knows no bounds. Mimi, szerint itt valami furcsa. Börtönromok. Na hát, nézzük. Utasd át a börtönt. Hang on a minute. Is this a prison? It would seem so. Let's continue. Might be something useful inside. Börtön. Hát nem, hogy véletlenül itt legyen a jó öreg tír. This place goes deep. We should head downward. Ah, yes. I'm sure there's nothing especially dangerous at the bottom of an Asgardian prison. Mimi azt mondja, hogy hát mi baj lehet, hát mi veszélyes dolog lehet egy Asgardi börtön. Börtönben. You're on fire, Kratos! It will pass! If the Einherjar survived Ragnarok, perhaps some of the inmates did as well. Let us find out. Itt nagyon nyugdíjcsel. What's the chain do? Dwarf. Recognize him, Mimir? I do not, sadly. Of course, the Einherjar disappeared a fair few dwarven rebels during the occupation. I suspect this is one of them. Ez a törpe nyugdíjcsel itt ennyire? Nem hiszem, ezt eléggé lepik a legyek. Mindegy, lehet, hogy ettől függetlenül az. Na mindegy, menjünk tovább. Oké. Itt van egy lánc. Megnézzük, hogy ez mit csinál. Ó! Oh. Oké. Okay. Így lehet akkor lefele haladni.
Hát ez kicsit. Careful, brother. These prisoners may not be as grateful for their freedom as one would hope. Oh. Oh, well, you're very bloody well. Mi van itt lent, akkor egy láda is. That's an elf, but not a particularly high-ranking one. So what did Odin have to gain by imprisoning them? I'd say information, but why keep them locked up afterward? Ready your guard! És visszajöttünk ide föl. Ja nem, ez másik szint. Ja nem, ugyanaz a szint, csak eddig nem tudtunk ide bejönni. Ah, és itt a láda. Hát akkor meg kéne keresni a harmadik betűt. Jó, és akkor most nyitottuk ki. Jó. Hát menjünk tovább, aztán majd meg lesz a harmadik betű is. Remélhetőleg. Ja. A másik. Nem, a marról. Mintha az lenne a harmadik betű, mindjárt megnézzük a másik oldalról. Something. I know it. We should find a way to the cell on the other side. Freya, odafigyelj, ne magyarázz. Gardener, perhaps? Dreamshade is difficult to keep alive, even under the best conditions, but Dreamshade. He gave all his strength to keep it alive. Then it is right. You should have it. Oh. Erre se hat a izé. Go!
Levágtuk. Oké, itt nem volt semmi. Ez nem nyitható ajtó. Ez sem nyitható ajtó. Mindjárt kitalálom, szerintem azt kéne lehozni teljesen. És akkor át tudunk ugrani. Akkor hogy megyünk le? Na várjatok. Meg kell néznem újra. Ugye itt nem tudunk átmenni. Ugye ez is le van zárva. De oda kéne valahogy átjutni szembe. Nincs itt egy lánc. Nincs. Esetleg... Hát itt van egy lánc, de azzal a szembe lévőt állítjuk. Logikázzuk, hogy hogy kéne. Mert most szerintem le tudjuk vinni azt a legalóra. Ja, ezt kinyitjuk. Ha már itt vagyunk. Ezzel másfél levittük legalúra. Hát, ha minden igaz. Oké. Nem biztos, hogy jó lesz. Ezzel nem sok mindent csinálhatunk, maradjunk annyiba. Shit. Nem jó. De akkor hogy kéne? Ha. Vagy csak én nem látom, hogy... Mármint, hogy én biztos nem látom, hogy hogy kéne, csak... Van valaki. Na ezt még meg kéne most fejteni mindenképp. Átjáró.
Hogy kéne állítani, hogy át tudjunk jutni oda? Lehet egyáltalán úgy állítani? Hát valahogy át lehet oda jutni. No, I think it's the real deal. Mimir? Is that you, old friend? In all the important ways, aye. There was such a commotion. If Odin learns what you've done... Odin is dead. The realms are at last free of him. You're safe. Odin's dead. And Asgard fallen. So the reign of the Aesir is truly over. That's quite a lot to take in. And you are. His name is Kratos. Kratos? I know that name. Come. You need real shelter. Food. No. No, what I need most now, I think, is to reflect on what you've told me. Oh. I need space, if you would grant me that. Very well. Our home is in the realm between realms for the moment. You can find us there when you're ready. Kratos. I know you from somewhere. I'm sure it will come back to me. Until then. Na, hát akkor megtaláltuk Tyrt is, és ki is szabadítottuk. Oké, na. Ó, igen, még itt van láda. Itt van egy sírkő. De hol vagyok most? Ja, igen, még itt vagyok. Oké. Itt még van valahogy egy legendás láda. Ez jó lenne majd megtalálni. És itt van egy berzerker sírkő, amit nem felfedezett valami. Ami valószínű egy virág lesz egyébként. Oké, szuper. Annak örülök, hogy megtaláltuk. Tírt. És így leül ide, ilyen Woodstockba. Jó, hát valahogy innen ki kéne találni. You believe that was truly him? It's hard to trust anything after what we've been through. But with Odin gone, I have no cause to doubt it. Our paths will cross again. That I'm sure. Where to now? Hát mi az, hogy merre? Hát ki kéne jutni innen? Mindjárt megoldjuk. Így is van. És akkor itt már ki tudunk jutni. Ó, és ott a láda. Az a ládához még bemegyünk. Szerintem majd ott lehet kijönni, azon a kapun. Csak az belülről lehet kinyitni. Igen, onnan lentről kell majd felugranunk oda. Csak föl kell hozni a másik lándzsás akármit. Akkor megint le kell mennünk. Ez elvileg innen már, igen, innen irányítható. Úgyhogy akkor ezt fölvisszük. Oké.
Hát, vagy legalábbis ez a terv. Aztán majd meglátjuk, hogy tényleg így van-e. És... innen. Így van. És akkor ez a láda is megvan. De mi lehet benne? Lövésre kész nyilvessző szakértelem. Tiszafa völgyből van. Remek. Ó, és itt is van valami. Why, that's the dwarven sound device Sindri used during the Battle of Ragnarok. Oh. We might still find use for it yet. Egy relik. Jó. Úgy mondtam, a relikeket gyűjtögetni kell, mert az is egy trofi. Úgyhogy tök jó, hogy megtaláltuk. Ennek nagyon örülök. Jó. És akkor még egy berzerker sírkő van itt. Más nincs. De az itt lesz. Ja. Hát arra még esetleg ránézünk. Well, now we know what this prison's for. This is where Odin stashed those he would camouflage himself as. Makes sense. If you're going to imitate someone, you wouldn't want them walking around. Why not kill them? He must need them alive in order to assume their form. Aye. Odin likely wanted Tyr dead for a multitude of reasons. But he knew Tyr would be more useful alive. Your god of war has truly returned. What now? He'll want to stretch his legs, I imagine. Imprisonment stokes wanderlust. Not that I need to remind any of us of that. Oké, okay, akkor megnézzük azt a másik területet. New items, you bring the materials, I do the forging. Hogy itt mi van? Ugye azt a berzerker sírkövet kéne, meg gondolom akkor még egy virág lesz ott. Igen, és akkor átjáró feloldása is. Mehetünk is. Berzerkerség és egy virág. Ezt a két dolgot kéne megkeresnünk. Jó, hát... induljunk meg. Freya, a flower. I did not think anything grew here. Oké. Egy újabb virág megvan. Ugye a virág is egy trofi. Tehát a összegyűjtött virágok is adnak egy trofit. Hát akkor nézzük meg ezt a berzerkert itt akkor. Mondani, hogy itt úgyis csak a berzerker van, de tűnik, hogy vannak itt azért még ellenfelek. Itt a sírkő. Na, lássuk. Akkor elvileg ez a utolsó, talán a király előtt meglátjuk.
Careful, brother! You're covered in Vitron! Steady your guard! Nem tudom, mi történik. És hol van? Mi az, hogy behind you? Hát azt sem tudom, hol van. Hogy itt a baltát kell majd, vagy a fejszét kell majd belevágni, amikor így fölrepül. Jó, párszor megpróbáljuk. Hát ha. Oké, meg lett, bár necces volt. Only the king remains. Aye, and if you thought his berserkers were tough, well, I've been thinking about what you said, brother. Maybe it's time to let this go. Slurping up a dead man's soul with this old sword isn't gonna change the past. It is good to hear you say that, but I plan to face him regardless. What? After all your lecturing on vengeance and spite? It is not wise to let a malevolent spirit wander Midgard. But I need to know he wanted this for the right reasons. Huh. Appreciate the sentiment, brother. No. Hát akkor Niflheim is megvan. Az is 100%. Úgyhogy... hát igen. Midgard következik. Ja, és akkor ott van ez a két Asgard maradvány, van még egy nem felfedezett, szerintem az... Hát, ha lehet egy tippem, akkor egy virág lesz. Így van, és utána pedig akkor megpróbáljuk a királyt. Viszont nem ma, hanem holnap, ugyanis mára én ennyit gondoltam. Azért jól haladtunk. Bíztam benne, hogy eljutunk addig, hogy ezeket a birodalmakat ki tudjuk maxolni, és akkor csak Midgard és Muspelheim marad a végére. Hát a két legnehezebb, úgyhogy ezzel folytatjuk. Holnap, ugyanebben az időben, ilyen 8 óra körül, ha minden jól megy, akkor
ezzel folytatjuk, és akkor Midgard és Muspelheim meglátjuk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Én kívánok nektek további kellemes estét, további kellemes hétvégét. Sétadri, nagyon szépen köszönöm az elköszönő százast és a sok-sok támogatást, és az, hogy itt voltatok és néztétek. Még egyszer köszönöm szépen, és találkozzunk holnap, és ha minden jól megy, akkor be is fejezzük, ha minden jól megy. Na, sziasztok!